1600 támogatott hellyel működik majd az idei önkormányzati táborozás Nyíregyházán. A jelentkezés áprilisban indul a június 17-e és augusztus 9-e közötti programokra. A tavalyi évben több mint 200 ezer gyermek táborozott a 2018-as nyári szünet alatt, derül ki a táborfigyelő adataiból. Ezzel párhuzamosan a táborok száma is rekordot döntött, és ez a tendencia várhatóan idén is tapasztalható lesz. A családokat a tábor témák mellett leginkább az árak érdeklik. A táborfigyelő szerint érdemes elkezdeni takarékoskodni, ugyanis 5-15%-os áremelés látszik most a táborok piacán. Ez azt jelenti, hogy ha egy-két gyermekes család a 11 hetes nyári szünet két heti táborral oldaná meg, az napközis tábor esetében legalább 130 ezer. Ottalvús tábor esetében több mint 200 ezer forinttal terheli a családi költségvetést. Több gyermek vagy több táborturnus választása esetén az összeg még tovább emelkedik. A táborok választásakor a szülők közel 20%-a már nem csak biztonságos felügyeletet és szórakozást keres gyermekének, ennél többet szeretnének kapni a táborhéttől. A gyerekek egészséges mentális fejlődése, problémáik megoldása ma már ugyanúgy elvárható egyes tábortípusok esetében, mint a lovaglás egy lovastábor esetén. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán Jászai Menyhért, Nyíregyháza város alpolgármestere, köszöntöm a stúdióban. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép és nagyon népszerű témáról beszélgetünk most néhány percben, ami most aktuális, hiszen ugyan még nincs vége az idei tanévnek, de azért a családoknak már egy komoly feladatot jelent megtervezni azt, hogy a gyermekeiket hová helyezik el nyáron, és nem persze azt sem felejthetjük el, hogy milyen körülmények között lesznek a gyerekek. Itt már egy komoly múlttal rendelkező folyamatot mutatunk be most aktualizálva 2019-re. Vannak-e változások, vagy a jól megszokott mederben megy minden tovább? Köszönöm szépen a meghívást, és minden évben igyekszünk valamilyen újdonságot belehozni. Az idén is lesz egy újdonság. Bővítjük a tábor számát, a választási lehetőséget, indul a ZEAK sporttábor. Tehát igyekszünk a jól beállított menetrendet picit bővíteni és tágítani a lehetőséget a szülők számára. Nagyon fontos az, hogy 1600 gyermeket térítésmentesen tudunk táboroztatni Nyíregyházán. Ez egy nagyon komoly érték, és ezt próbáljuk évről évre megőrizni. Az idején is ez így lesz. A gyermekek számára kizárólag étkezési költségvetést kell fizetni, 2700 forintot az egy hétre, ez háromszor étkezést foglal magában. Az a gyermek, amelynek évközben kedvezménye van, az viszi magával a kedvezményt. Tehát, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor egyáltalán nem fizet érkezési költségtérítést. Amennyiben három vagy több gyermeket nevel a család, vagy súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, akkor pedig 50%-os térítést kérünk. 2700 forint az étkezési díj. Aki ezen felül még igényli, azt 3600 forintra tudjuk a táborok helyszínére szállítani. Valamelyik szülő igényli, valamelyik saját maga megoldja, ez egy lehetőség. 8 helyszínen táboroztatunk, most a 8-ként belépett az ELK sporttábor, de nagyon népszerű a Kisvakond, a Falu Múzeum, az úszótábor, a szőlőskerti nyelvi tábor, a sóstegyi nyelvi tábor, a sporttábor, tehát igazán látszatos programok között válogathatnak a gyerekek, és én, mint kisgyerekes apuka, tehát az én kicsi fiam is általános iskolás, ez nagyon fontos az, hogy nyíregyházi lakóhelyen rendelkezzen a gyerek, és alapfokú oktatási intézménybe járjon, ezek a feltételek ahhoz, hogy jelentkezzen a táborba. És például mi nagyon szeretjük a múzeumfalut, és hát ez egy nagyon gazdag tartalmas programot biztosít. Amit még szeretnék elmondani, hogy az első turnus ingyenes. Ez 1600 gyermeket jelent. Amennyiben valaki szeretne még további turnust igényelni, és van kapacitás, akkor kizárólag az nominális önköltségi árat kérjük el, ami 16500 forint egy hétre. És ahogy hallottam a háttér információkból, ez töredék annak, amit egyébként táborozásra elkérnek. Mi többet nem kérünk, és így mintegy 1800 gyermeket tudunk táboroztatni, és ehhez jön még a Szigligeti nyári tábor, ami szintén közel 1000 gyereket tudunk táboroztatni. Úgy gondolom, hogy ha végig gondoljuk azokat a táborozási lehetőségeket, amelyeket ön is felsorolt,
Azért mindegyikre azt mondhatjuk, hogy ezekben a táborokban azon túl, hogy a gyermekek jól érzik magukat, valamennyiben tanulnak is valamit. Tehát, hogy információkhoz is jutnak, tehát egy kicsit speciális néhány napban lehet részük. Igen, a legfontosabb az, hogy biztonságos környezetben szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, és itt azért nem cél az, hogy nyáron még képezzük, oktassuk a gyerekeket. Itt inkább egy játékos foglalkozások keretében szerezhetnek újabb ismereteket, akár kézműveskednek, vagy sportolnak, vagy a nyelvet is játékos formában egyéb programokkal ötözve tanulják, és úgy tanulják, hogy nem veszik észre, hogy tanulnak, mert igazából az nem cél, hogy a gyerekeket még nyáron is leterheljük. Legyenek gyerekek, érezzék jól magukat és játszanak, és ami a játékos tanulás formában belefér, az természetesen szabad, de attól többet nem. Nyilván, természetesen ezt én is így gondoltam, nem plusz teherként, hanem inkább a nyelvet is gyakorlásképpen, vagy hogy a múzeumfaluban is a régi korok kapcsolatban kapnak információkat. Nézzük meg egy kicsit a másik oldalról, a családok oldaláról, és nem csak az anyagiakat tekintve. Milyen az igény? Tehát mindenki, aki szeretne valamely táborban részt venni, adott-e a lehetőség? A létszám az körülbelül beállt az elmúlt esztendőben Nyíregyházán. Minden köznevelési intézményben van egy szervező koordinátor. Nagyon fontos az, hogy a közintézményeket működtető intézményünk szervez az egész táborrendszert. Itt mondanék egy elérhetőséget, közin.hu, ékezet nélkül közom.hu, illetve az iskolai szervezőknél lehet információkat szerezni. Általában beállt az igénybevőknek a köre, és azért jó, hogy már most áprilisban jelentkeznek a szülők, a gyerekek, mert akkor tudja tervezni, mi is tudjuk tervezni a létszámot, a kapacitást, illetve a szülő be tudja osztani, hogy mi az, amikor ő lesz szabadságon, esetleg nagymama be tud segíteni, vagy mikor van szükség táborra. Esetleg még emellett más tábort is igénybe vesz, hiszen van Erzsébet tábor, mert tudjuk azt, hogy vannak privát szervezésben lévő táborok, az intézmények maguk is szervezhetnek tábort, tehát össze lehet állítani azt a nyári portfóliót, hogy ilyen divatos szóval éljek, hogy mi az, amit együtt éltünk, nyaralunk, vagy a szülő szabadság idején felügyel a gyermekre, és mely tábor az, ami a gyerek igényeinek, képességének és vonzalmának megfelelő, legyen a sport, nyelv, vagy éppen kézműves tábor. Tehát ezt most időben, áprilisban szépen össze lehet állítani, hogy hogyan teljen a nyári szünet. Ne az utca vigyázzon a gyerekre, ne csak koszkuljanak és számítógép előtt üljenek, hanem tényleg szakszerű felügyelet mellett, de tartalmasan tudják eltölteni az idejüket. A táborokban kik azok, akik a gyerekekkel foglalkoznak? Természetesen pedagógusok, szakemberek foglalkoznak vele, és olyan asszisztensek, akinek erre jogosultsága van, tehát erre odafigyelünk az, hogy kizárólag csak is szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, tehát ez nem gyermekfelügyelet. Adott oktatási nevelési intézményben tudnak jelentkezni? Igen, ott is kérhetnek jelentkezési lapot, és jelezhetik az iskolai koordinátornál részvételi szándékokat, vagy pedig a közim.hu honlapon minden tájékoztatást megkapnak, de én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a szülők és a gyerekek már ismerik ezeket a csatornákat, és ez jól be van járatva, hogy hogyan lehet jelentkezni. Iskolai szervező, és akkor menni fog a dolog. Talán azoknak lesz ez új, akiknek a gyermekeik az első osztályt most fejezik be, és hát ha már ott is a gyerekek, hiszen ők is mehetnek már ezekbe a táborokba. Természetesen, alapfokú intézmény tanulója, nyíregyházi lakcímkártyával, itt a barátoktól már tudják, hogy van ilyen tábor, a szülők, a szülőtársak, a fórumokon megosztják ezeket a tapasztalataikat, tehát én azt gondolom, hogy aki érdekel a nyári tábor, az már tudja ezeket az információkat. Alpolgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatást. Köszönöm szépen a meghívást.